A vendégként érkező MAFC régóta kiemelt ellenfele a nyíregyházi cápáknak. Több évtizedes hagyománya van a két csapat közötti küzdelemnek, így ezen a hétvégén nem titkoltan az volt a cél, hogy hazai pályán szülessen győzelem a budapesti csapat ellen, mondta el televíziónknak Sitko Ernő. Sajnos ez nem sikerült, nem tudtuk megállítani az ellenfél amerikai játékosát, aki nagyon extra napot fogott ki, bár a képességei azok meg vannak hozzá, és ez nem kérdés, hogy ő tudja ezt a szintet is hozni. Mi pedig nem tudtunk erre lépni. Azt hiszem, hogy olyan 35 percig körülbelül tudtuk tartani a lépést, és egálban voltunk, de sajnos utána talán elfáradtunk, amit nem szeretek kimondani, de Bazsó Bruno és Tóth Geri is sérült volt az elmúlt két hétben, és az edzéseik azok nem úgy alakultak, ahogyan azt szerettük volna, és aki sportolt, az tudja, hogy néhány hét kihagyás, vagy néhány nap kihagyás is meghatározó lehet egy ilyen szituációban. Mennünk kell tovább, és meglátjuk, hogy a következő mérkőzés hogyan alakul. A BKG ellen fogunk játszani, ami nagyon fontos, de még az előző mérkőzésre visszatérve azért úgy gondolom, hogy nagyon jó mérkőzés volt, sokan voltak kint, és szeretném megköszönni azt a buzdítást, amit a szurkolóinktól kaptunk, és remélem, hogy azért nem pártolnak el tőlünk, és a következő mérkőzésen is itt lesznek. Az első negyed eredménye 20-25 volt a MAFC javára. A második negyedben lassult a fővárosi csapat, köszönhetően a hazaiak aktív védekezésének. A játékrész végére a cápáknak sikerült átvenni a vezetést is, 25 pontot szereztek 17 ellenében. Én úgy gondolom, a fiúk nagyon jól játszottak. Azért egy ilyen erős csapat ellen nagyon pozitív, hogy 35 percig egálmérkőzést tudunk játszani. A védekezéssel nem voltam mindig megelégedve, főleg itt a végén, amikor már nem tudtuk kivédeni őket, a gyors támadásaikat, de összességében nagyon jó teljesítmény nyújtottunk. A második félidő nagyon eredményesen indult, mindkét fél szép játékkal kápráztatta el a szurkolókat. A bajnoki elsőségre is esélyes budapesti alakulat az utolsó 5 percben döntötte el a végig szoros mérkőzést. Ekkorra már a végső tartalékait élte fel a nyíregyházi csapat. A MAFC végül 77-93-as eredménnyel zárta a találkozót. A nyíregyházi vezetés bízik a pozitív folytatásban. Közeljövőben ezen a héten vasárnap játszunk egy nagyon fontos mérkőzést, ami azt fogja eldönteni, hogy a negyedik vagy az ötödik helyen zárjuk az alapszakaszt. A BKG csapata érkezik hozzánk. Mindenképpen nyerni szeretnénk, ez egyértelmű. A meccs vége előtt alig 10 másodperccel a következő fordulót is befolyásoló ítélet született, aminek következtében Tóth Gergelyt kiállították. A forduló további eredményei: BKG Prima Esse, Vasas Akadémia 80-73, Nagykőrösi Solymok, Békés 87-72, MTK Török Bálint, Lions 73-70, Veszprém Honvéd 97-93, MEAFC Miskolc, Budafok 95-85, Bonyhát PVSK 69-108. A férfi NB1B piros csoportjának tabelláján első a Hoyap-Pannon Egyetem Veszprém, második a MAFC, a nyíregyházi Blue Sharks pedig az ötödik helyen várja a hétvégi találkozót.